Jó estét kívánok, kedves nézőink! Decemberben, januárban még kérdéses volt, hogy vajon egyáltalán lesz ebben a szezonban igazi téli az időjárás. Nos, most bizonyít a tél. Pénteken a Dunántúlon kiterjedt havazás volt, 30-40 cm-nyi hóról is érkezett jelentés, és bár eleinte a hétvégén, főleg szombaton átmenetileg szünetelt a csapadék, de tegnap már egy hidegfront hatására intenzívebb hózáporok is előfordultak országszerte, vagyis a keleti megyékben is láthattunk havat. Ráadásul a szeles időben nem csak pénteken, de tegnap is voltak hófúvások, a közlekedésben tehát mindenképpen téli útviszonyokra is készülni kell, még ha nem is havazódott be teljesen az egész ország. Ma pedig újabb havazás kezdődött, amelyet egy északnyugat felől fölénk húzódó melegfronti felhőzetből kaptunk. Már a Dunántúl nyugati felén reggel kisebb havazásról, hószálingózásról érkezett jelentés, majd a csapadék mezőt tovább mozdult kereti irányba, délután már itt a főváros környékén is havazott, és később a Duna-Tisza közén is előfordult havazás, majd a csapadékmező egyre inkább mozdul a keleti területek fölé. Ezúttal is egyébként a nagyobb mennyiség a nyugati megyékbe jut majd, hiszen ott holnap reggelig többfelé akár 5-10 cm-nyi újabb hóréteg alakulhat ki, a Bakonyban azonban ennél több hó is lehet, pár cm-nyi hó pedig a Tiszántúlon is összegyűlhet. És még mielőtt Európa csapadék előrejelzését is megnéznénk, újabb hírek érkeznek az Amerikai Egyesült Államok északkeleti vidékéről. Bostonban már eddig is hatalmas volt a hó, a frissebb számítások szerint pedig újabb 50-60 cm-nyi hóra számítanak abban a térségben. Európában azonban a nyugat-európai anticiklon területén holnap számottevő csapadék nem valószínű. Nedvesebb levegő inkább az anticiklon peremén halad, egészen a skandináv félsziget északi területei felett, valamint kelet-dél-kelet Európában lehet holnap még csapadékosabb az időjárás. Nyugat és Közép-Európában kissé megenyhül az idő, 5-6 fokkal érkezik fölénk is majd enyhébb levegő, a hidegebb levegő pedig egyre inkább kelet-dél-kelet felé szorul vissza. Amellett egyébként, hogy itt nálunk a havazásról szóltak eddig a hírek, újra és újra visszatérő téma a sok csapadék miatt hazánk főleg keleti felét érintő belvíz is, amely óriási gondokat okoz. Több mint 100 000 hektárnyi terület áll víz alatt, és már csak több hetes szárazabb időjárás javítana a helyzeten, de egyre inkább aggódnak a mezőgazdaságban, hiszen a belvízes területeket nem fogják tudni előkészíteni a vetésre vagy megművelni. Az éjszakai órákban is várható még további csapadék, de halmaz állapota már változó lesz, és kisebb területet érint majd. A Tiszántúlon kisebb havazás, hószálingózás valószínű, de ugyanakkor érdekes módon az éjszaka fokozatosan enyhülés várható, ezért a hó mellett a Dunántúlon annak is északnyugati felén havas eső és eső is lehet, sőt sajnos átmenetileg az ónos eső sem zárható ki. Míg általában erősen felhős vagy borult marad az ég, és reggelig a Dunántúl északnyugati részén helyenként viharos 65-70 km/h körüli széllökés kísérheti az északnyugati szelet, ezért elsősorban a Bakony térségében még számítani kell hófúvásra. A magasban érkezik tehát az enyhébb levegő, főleg a Dunántúlon az éjszaka első feléhez képest hajnalban magasabb lesz a hőmérséklet. Plusz 2 és mínusz 6 fok közötti értékekre van kilátás. És holnap is még sok felhő lesz az ország felett, többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és inkább csak itt-ott bukkan majd elő a nap. Elszórtan további vegyes halmazállapotú csapadék is valószínű, az enyhülés miatt a Dunántúlon inkább eső, keletebbre azonban havas eső és hó is lehet, de már nem jelentős mennyiségben. A szél a Dunántúlon még mindig meghatározó lesz, de hófúvás már nem lesz jellemző nagy területre, ugyanis bár a nyugati megyékben a Dunántúlon erős helyenként viharos lesz a szél, a hó olvadni fog, zsugorodik, ezért ezt már nehezebben hordja majd a szél. A légmozgás pedig mindemellett estére már mérséklődik. Tehát a csapadék halmazállapota folyékony lesz, többnyire a hó olvadásnak indul, mindez a több fokkal enyhébb levegő hatására. Míg ma inkább a fagyponthoz közeli maximumok voltak többségben, holnap néhol akár már 5 fok fölé is emelkedhet délutánra a hőmérséklet, 1 és 6 fok között alakul majd a csúcsérték. És míg ma az időjárás főleg a Dunántúlon hozta az igazi téli formáját,
a holnapi enyhülés semmiképp sem tesz jót a hazai síterepeknek. Pedig eddig azért a téli sportok szerelmeseinek többször is kedvezett az időjárás, és bár a hírek szerint a hétvégén a viharos szél miatt le kellett állítani Eplényben a sífelvonókat, azért még mindig találunk kellemes síterepeket hazánkban. Ugyanakkor érdemes lesz figyelni, hogy a következő napokban hogyan alakulnak az adatok az egyes síterepekről. Ugyanis néhány napig hóutánpótlás nem valószínű, hiszen szerdától már szárazabb idő várható, egy magas nyomás alakítja majd időjárásunkat, csapadék tehát nem lesz. A hét hátra levő részében általában sok napsütés ígérkezik, de néhol az éjszaka képződő köd és alacsony szintű rétegfelhőzet napközben is korlátozhatja a napsütést. A derültebb éjszakákon mínusz 5 fok alá csökkenhet a hőmérséklet, napközben pedig 2 és 7 fok között alakul majd a maximum. További nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, viszontlátásra!